Hölgyeim és uraim, a harmadik békemenetre készülünk. Felteszik önök a kérdést, hogy mik a szabadultikai. Erről fognak az asztalnál ülök szólni, én magam pedig a következőképpen foglaltam össze. Először is mindenek előtt emlékezni kívánunk és leróljuk kegyeletünket az 1956-os szabadságharc hősei előtt és mártírjai előtt. Ezért a kegyelet nagyon csendes, mély fejhajtásos kegyelet lesz. Második. A baloldali ellenzék belháborút kezdett a békés magyar polgárok ellen, zsarnokságot kiált, miközben vezérévé választotta az előző kormányzati ciklusban már megbukott vezetői. Ők voltak azok, akik 2006. október 23-án szemkilövettek, lovasatakot vezényeltek. Csatlakoztak a pénzhatalomhoz, önmaguk pedig megmesterként tették tönkre a gazdaságot. Restaurációt akarnak, rombolják a magyar civilizáció értékeit, gyűlöletet keltenek, semmibe veszik a közel kölcsön. Lásd a Szolidaritás Egyesület társult MSZMP együtt 2010 MSZP, nem véletlen ez az áthallás, MSZP együtt 2014 PM szövetség rendezvényét a Klarkárnak kérem. Az új választásokig a békemenet kiáll és védelmezi a legitim hatalmat és a demokratikus jogállamot. A harmadik. A békemenet szembesíti a hatalomra éhes csúfondárosan megbukott Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordon, Mesterházi Attilát a közvélemény kutatások realitásával, merjenek kicsik lenni, üzenjük innen. A békemeneten közreadjuk a CÖP aktivistái által elkészített emlékkez kiadványunkat, egyrészt emlékül a békemenetben résztvevőknek, másrészt összefoglaljuk, hogy mi történt hazánkban 2002-től 2013-ig. Végezetül. Több ezer ember követelte e-mailben, levélben, telefonon a békemenetet. Megszólaltak a határon túli magyarok, a szellemi honvédők, a békét szeretők. Mint tudjuk, a közjó legértékesebb része a társadalmi béke. Ezért mi méltóság teljesen, csendben, szeretetet sugározva vonulunk. Nem tartunk politikai beszédeket. Most voltam nemrégiben Strasbourgban, az Európai Parlamentben, és meg kell mondanom, hogy egyre több baloldali képviselő úgy látja, nem magyarok sajnos, hogy mindaz, amit Magyarországra állítanak, az nem igaz. Nem igaz, és tartózkodnak most már vélemény nyilvánítani Magyarország ellen, mert azt látják, hogy időről időre lukra fognak. Tehát mindazok a jelentések, mindazok az információk, amik itthonról a valós politikusoktól vagy értelmiségtől érkezik hozzájuk, nem igaz. Lépésről lépésre megszámolja a kormány. Szóval félelmetes volt, hogy ott valóban Magyarországon egyennel képes volt megvédeni a hazánk érdekét, és az Orbán Viktor volt. És ez nem volt véletlen. Itt semmi olyat most nem akarok itt megfogalmazni, a tisztelet volt, vagy felnézni a politikusra. Egyszerűen ez az ember odáll, és hajlandó volt megmagyarázni pontról pontra, hogy mi, amit szeretnénk, mit akarunk, és hogy mindazok a vádak, amelyek elhangzottak az mondatok. Tehát a helyzet az, hogy ez a békemenet is erről szól. Fel akarjuk nyitni az emberek szemét, hogy most már nem az ellen kell küzdeni, hogy nem leszünk gyarmat, hanem most már a megszerzett szabadságunkért, a megszerzett kiváltságainkért, ami gyakorlatilag ez a kormány az elmúlt három évben pontosan ezek a kiváltságokat adta a magyar népnek. Eljött. Sem pénz, sem szervezőerő nem lenne képes Magyarországon félmillió ember az utcára vinni, ha azok nem látják ennek szükségességét. Magyarországon létrejött valami különös, kegyelmi állapot, amelyben a gondviselés bennünket megajándékozott azzal, hogy amikor érezzük, hogy valami nem stimmel, eljön az idő, megadatik nekünk, hogy szóljuk. De ha nem volna
a helyzet súlyos és válságos, mi bizony hiába szólnánk, nem jönne senki, vagy csak nagyon kevesen jönnének. Nem azért voltak sikeresek a békemenetek, mert olyan tehetséges szervezők vagyunk, mi csak érzékenyek vagyunk, az sem kevés egyébként, és szolidárisak egymással, azért, mert Magyarországon az emberek felfogták, hogy valami hatalmas, történelmi jelentőségű változás zajlik, az ő érdekükben. Egyetértek Széles Gáborral, hogy egyre inkább erről kellene beszélnünk, és ilyen értelemben igen, legyen a békemenet egyfajta tisztelgés is, azelőtt a nemzeti teljesítmény előtt, amit az elmúlt 3,5 évben végezni. Alapvetően én is azt a kérdést teszem fel, hogy mi szükség van újra a békemenetre. A válasz szerintem egyszerű, azért, mert a békemenet által fontosnak tartott értékek ismét veszélybe kerülnek. Ezeket ismét meg kell védeni. Ha fel kell sorolni ezeket az értékeket, akkor a következőket emelném ki. Nemzeti szuverenitás, nemzeti összetartás, demokrácia és szabadság, humanizmus és szeretet. Vagyis mindazok az értékek, amelyet egy nemzetközösség és annak minden polgára számára alapvetőek és nélkülözhetetlenek. Az első és a második békemenet, tehát a külső támadásokkal szemben védte meg Magyarországot. Egy év alatt azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. A külső támadásokról áttevődött a hangsúly a belső támadásokra, a belpolitikai támadásokra. A választásokhoz közeledve a külső támadókkal egyébként is együttműködő posztkommunista, balliberális ellenzéki csoportok egy része, de nem jelentéktelen része, átlépte a demokratikus normák határát, s gyűlölködő a politikai ellenségi mindenáron való kiszorítására törő polgárháborús ízű kampányba kezdett. Sőt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szeptember 29-i Kalkánnak téli Orbán Viktor táblázoló szobor meggyalázása, amelyben Bajnai Gordon nyilvánvalóan társtettes, immáron a legalapvetőbb értékeket, az emberséget, a méltóságot, a szeretetet tapossa sárba. Ez a pillanat tehát, amikor a demokrácia, a szabadság, a szeretet és az emberi méltóság értékeit kell a békemenetnek megvédenie, ezúttal már nem a külső, hanem a belső ellenzékkel szemben. Ugyanis az ellenzék beleértve ezekbe a posztkommunistákat, volt SZDSZ-eseket, ultraliberálisokat, másságimádókat és így tovább, immár nem pusztán egy demokratikus küzdelem, mert folytat a választási győzelemért, ami rendben lenne, hanem ez a harc lesz a végső, ismert kommunista jelszó értelmében a politikai ellenség az Orbán kormány végleges legyőzésére, a demokráciából való kiszorítására készülnek. Amikor tehát a békemenet elindul 23-án, akkor a demokrácia szellemének megvédése mellett egy ország, Magyarország egyben tartásáért is menetel, egy nemzetközösség megmentéséért az ország végletes és végzetes kettészakadásának megakadályozásáért. Ez az ország és annak a legtöbb polgára szeretne már végre békében élni. Demokráciában és nem polgárháborúban, nem széthúzásban, hanem egységben a határon túli magyarokkal együtt. Van külpolitikai külső nyomás is, amiért ideje menni utcára menni. De ami bennünk történik, az kezd ismét vérlázítóvá válni. Nyilvánvaló kampány üzemmódba kapcsolódott az ország. És az is nyilvánvaló, hogy a baloldal érzi, hogyha most elteszíti 14-ben a választásokat, akkor nagyjából neki végig van. Ezért elveszítség teszem én hozzá. Elvárni több mint 20 év. Ha most vesztelek, akkor azok az alkok, azok a figurák, akik egész egyszerűen önmagában tragédia, hogy részt vesznek a belpolitikában, azok mind sorra el fognak tűnni. De nem szeretnének maguktól eltűnni, ezért egészen elképesztő, hogy mire voltak már eddig képesek, és mire lesznek még képesek. És a legfontosabb, ami leginkább mutatja, hogy micsoda intézményé nőtte ki magát a békemenet, az, drága barátaim, hogy miattunk, ne félrejtjenek, miattunk. Fog most 23-án az egész kis konglomerátum összeáll. Amikor bejelentettük, hogy lesz békemenet, rá pár napra Bajnai Gordon bekuszilt Gyurcsány Ferenc. Meghívta magához egy színpadra, és végre ott fognak állni.
iszonyú pénzeket dobtunk volna föl azért, hogy egyszer végre egy színpadon álljon a Gyurcsány, a Mesterházi meg a Bajnai. Most miattunk ezt a szívességet megteszik ingyen. Odaállnak, mert meg akarják mutatni, hogy ők is nagyon erősek, ők is lesznek annyira, mint mi, és a többi, és a többi. És a Népszabadság majd meg is fogja írni, természetesen, hogy ötször annyian voltak a Bajnaiéknál, mint a mi tüntetésünknél. Aztán majd meglátjuk, hogy mi az igazság. Az a lényeg, arra kérjünk önöket, és terjesszék ezt. Tényleg legalább annyian kell legyünk, mint az első. Az a januári délután és este, az egy csoda volt. Amikor mi azt elkezdtük szervezni először, azt mondtuk, hogy ha 20-30 ezeren leszünk, akkor már nagyon meg leszünk elégedve. Nem megyek bele a számháborúba, sokszorosabb volt akkor ott. Nem lehetünk kevesebben. Azért nem lehetünk kevesebben, mert ebben az országban tetszik, nem tetszik, a normalitást és az élhető életet mi